Engedjék meg, hogy nagy szeretettel bemutassam önöknek a mai este előadóját, dr. Molnár Robertet, és át is adom neki a szót és a lehetőséget. Fogadják nagy nagy szeretettel! Ez csak egy kegyelemre szoruló, nyomorult bűnös, akit maguk előtt áll, el, úgyhogy a taps az úré, mert ő tudja kimenteni a, a bűnöst a halálból, meg a pokolból. Úgyhogy ha kérjük, ha igényeljük, hogyha úgy érezzük, hogy a általunk épített álomvilág összeomlóba van, akkor jó, hogyha választjuk Jézus Krisztust, az Urat, a megmentőnket, mint ahogy én is építettem a magam kis világát, nagyon fiatalon lettem országgyűlési képviselő, aztán a parlament jegyzője, és úgy gondoltam, hogy hát ez az a világ, amit ami, amit nekem élnem kell. Aztán amikor eljött a nyomorúság napja, mert nem választottak újra, akkor elkezdtem gondolkodni, hogy hát lehet, hogy mégsem ez volt az az álom, amibe én belecsöppentem, és aztán pedig a bilibe beleért a kezem, és fölébredtem, hogy hát, hogy hát ez, is, ez, egy, ez is hiába valóság. És kedves barátaim, valóban úgy van, hogy sok embert látok a mai celebeket, akik úgy gondolják, hogy ez a trendi, ez a jó, hogyha élünk a mának, hogyha élvezzük az életünket, és ügyet sem vetünk arra, hogy egyszer véget fog érni. Nagyon sok embert lelki gondozok az utóbbi időben, és ezek az emberek, látom, hogy tényleg építettek maguknak egy olyan világot, amelynek nem gondolják, hogy majd egyszer valahol folytatása lesz. Valahol folytatódni fog két héttel ezelőtt Kárpátalján szolgáltam, és a kárpátaljai szolgálat után oda jön egy fiú, és azt mondja, milyen igaza van polgármester úr, két választása van az embernek. Vagy a pokol, vagy a mennyország. Igaz? Nem igaz. Egy választása van az embernek. Ha nem akar a pokolba kerülni, akkor választhatja, választania kell a mennyországot, mert hogy a pokolba születünk bele. mesztelenül jövünk a világra, és nincs az a keresztvíz, kedves barátaim, nincs az a gyülekezet, az a felekezet, az a templom, amely üdvözíteni tudna bennünket. Sokan beleesnek abba a téfidbe, hogy presbiter vagyok, meg egyházközségi elnök vagyok, meg sütöm a süteményt a templomi gyülekezet számára, meg vixolom a templomot, meg pucolom az ablakot, és hogy ez örök élet. Sokan azt gondolják, hogy az, hogy vasárnaponként eljárnak a templomba, a misére meg az Isten tiszteletre, ez az örök élet. Nagyon sok embernek, kedves barátaim, a templom a kárhozat helye. Nehogy úgy járjunk, mint az egyszeri asszony, aki az egyik előadásom után azt mondja, polgármester úr, milyen igazakat, meg milyen jó dolgokat mondott, de tudja, hogy ez az ige, amit maga mondott, ez nem rám vonatkozik. És mondom azt, hogy hát kire vonatkozik az Isten igéje, nem arra, aki hallja. Hát a férjére. És mondom, hol ül a férje? Hát otthon nézi a meccset. Hát akkor tényleg nem magára, nem a férjére vonatkozik, aki a meccset nézi. Esetleg a férjére a foci meccs végeredménye vonatkozik, de magára pedig az, ami magára vár majd, ha úgy éli tovább a vallásos életét, mint hogy eddig élte. 22 éve járt ez az asszony templomba. Mutatta, hogy milyen jó ember, mert kiderült, hogy a férje a gonosz, gyűlölködik háborog, szid mindenkit, néha még a kocsmába is eljár, és ezzel szemben ez az asszony jó asszony volt. 22 éve ott ült a templomba, 22 éve hallgatta végig a misét, 22 éve füldugókkal a fülén. Mert hogy Isten igéje nem rá vonatkozik, hanem mindig másokra. Ugye, kedves barátom, te tudod, hogy az az ige, ami ma elhangzik meg, amit a szívecskén kaptál, az nem másnak, az neked szól. Mert Isten olyan Isten, hogy mindenkinek ismeri a szívét, a rejtett indulatát, látja a vesélyét. Mindenkit át lehet, kedves barátaim, verni. A politikusok ebben nagyon profik, mondom én a politikus. Csak egy valakit nem. Isten nem lehet átverni. Mindenkinek el lehet mutatni a szép mást, az új rúst. Meg lehet mutatni? Hogy én milyen jó ember vagyok, milyen tökéletes vagyok, milyen rendben van az én életem. Csak Isten nem lehet átverni. Amikor az első könyvem megjelent, de eddig könyvemutatót tartottunk Budapesten. És oda jött egy nagyon jó szituált nő. Kiderült, hogy a bíró a pesti bíróságon. Nagyon helyes volt meg minden, és amikor láttam, akkor azt mondom, hát ez egy sikeres asszony. Helyes, jól néz ki, jó fizetése van, megbecsült státusza van, hát mégiscsak egy bíró. És hiszem, hogy Isten avatkozott bele a mi beszélgetésünkbe, amikor azt mondta, polgármester úr, dedikálná nekem a könyvét. Hát mondom, természetes. És azt írtam bele. Egy földi bírónak, akinek egyszer majd meg kell állni az igazbíró előtt. Igen. A földi bírónak is, meg nekünk is egyszer meg kell állni az igaz bíró előtt. A mai állás szerint Ítélet alatt vagy, vagy kegyelem alatt vagy. Az, hogy eljárunk a templomba, még nem örök élet. Az, hogy elhiszük, hogy van valaki odafön, az még nem örök élet. Az, hogy vixoljuk a templomot, nem örök élet. Az, hogy sütünk, főzünk, eljárunk alkalmakra a Bibliakörre, nem örök élet. Az örök élet az, hogyha személyes megváltod Jézus Krisztus befogadta de már őt a szívedbe? Ott van-e ő már a szívedbe? megadta de már magad neki? És ez a bírónő hazament, elkezdte olvasni a könyvemet, és a könyvemet olvasva rájött arra, hogy milyen nyomorult, kegyelemre szoruló ember ő. És hajnal fél egykor főhívott telefonon. Beszélgettünk fél kettőig. Ott borult le, zokogva, Isten elő hogy most jött arra rá, hogy nem a férje, nem a férje nyomorúsága miatt szenved a családja, hanem rájött arra, hogy ő miatta. Nagyon nagy kegyelem az. Ha Isten tükröt tart, kedves barátaim elénk, és ebbe a tükörben nem a férjünket, a családtagjainkat, a feleségünket látjuk meg, hanem önmagunkat. Ha eléd ma Isten tükröt tart, hiszem, hogy ezen az estén tükröt tart. Kit lát benne? Kit látsz benne? Amikor magadat látod a tükörbe, kit látsz? A kegyelemre szorulót látod? Vagy a jó embert? Van egy jó meg egy rossz hírem. A rossz hírem az, hogy jó emberek nem mehetnek a mennyországba. Nem mehetnek. Aki magát jónak tartja, nem mehet a mennyországba. És van egy jó hírem, a kegyelemre szoruló, a kegyelmet elfogadó bűnös viszont igen. Nem tudom, hogy igaz-e a történet, vagy kitaláció, de minden esetre biblikus. Napóleon az egyik férfit elítélte a törvények alapján. És nagyon összetört a család, és a fiú bement a császárhoz, és kérte, hogy engedje szabadon az apját. És azt mondja neki Napóleon, fiatalember, az édesapja vétett a törvények ellen, és nekem igazságot kell szolgáltatnom. És a törvény által halál. És azt mondja ez a fiú neki. Császár, én nem azt mondtam, hogy te igazságot szolgáltas. Adj kegyelmet. Adj kegyelmet. Van-e neked már kegyelme? odatta e már a bűnös romlott szívedet, odatta e már az álmaidat, a jövődet, a kétségeidet, a kilátástalanságaidat, a fájdalmadat, a meg nem bocsátani tudásodat, vagy csak mormolod a mi atyánkot, úgyhogy át se gondolt, hogy miről szól. Hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ez nagyon nehezen megy. Nagyon sok emberne azt látom, hogy itt reked meg a hívő élete. Mormolja a mi atyánkot, de nem éli meg. Bocsásd meg a mi vétkeinket. Uram, könyörülj rajtam elveszett emberen, és én is megkönyörülök, aki ellenem vétetett. És utána nincs, de nem felejtek, hanem megbocsátok és elfelejtek. A tenger mélyére van vetve a dolog. Ugye így élitek az életeteket. Mert ha te nem tudsz megbocsátani a másiknak, az atya sem fog neked megbocsátani. Ha te kizársz másokat a kegyelemből, Isten is kizár téged. És nincs az az Isten, aki 36 mi atyánkra, meg templomvixolásra téged beengedne a mennyországba, mert hogy nem cselekedetekből van az üdvösségünk, hanem hitáltal, hogy elhiszük e hogy az a Jézus, ott hagyta menny dicsőségét, megszegényítette magát. Szegényé lett, nyomorultá lett azért, hogy téged meggazdagítson általa. hiszed -e ezt? Ha hiszed, akkor cseleked meg. Akkor mondd el neki, hogy Uram, én vagyok ez a nyomorult. Én szorulok rá a kegyelemre, nekem bocsáss meg mint hogy én is meg fogok annak bocsátani, akinek már nagyon régóta nem tudok megbocsátani. 27 évesen parlamenti képviselő lettem, hátradőltem a reflektor fénybe, sokkal erősebb volt a fény, és én élveztem ezt a fényfürdőt, és azt mondta, de jó dolgom van, mennyire szeret engem az Isten? De kedves barátaim, nem az a kérdés. Nem az a kérdés. Nem az a kérdés, hogy mennyire szeret bennünket az Isten, hanem az, hogy mi mennyire szeretjük őt. Mi mennyire szeretjük őt. Szeretjük-e annyira őt, hogy odaadjuk az életünket neki. Uram, jöjj! Jöjj szívembe áldott Jézus! Csak egy valamit nem szabad elfelejteni. Hogy a bűn, a mocsok, meg Jézus egy szívbe nem tud lakozást venni. Teljes szívbe tud lakozást venni, úgy, hogy ha odaadod az egészet neki. Persze majd az élet által, a hív élet által folyamatos csiszolás alatt vagy. De nem lehet szövetséget kötni a bűnnel. Ha téged kimentett már egyéb a világból, akkor nem kell visszafele kullogni az ugorkákra vagy uborkákra. Nem kell nekünk sodródni a világgal, a jobb fövenyre állni, meg a bal fövenyre, hanem a kősziklára kell állnunk. De azt mondja Isten, hogy van nálam hely, állj a kősziklára, és ez Isten országa. Ez Jézus Krisztus. A hívő embernek, kedves barátaim, oda kell a kősziklára állni. És én ebbe a hamis reflektor fénybe, amit a parlamenti reflektor jelentett, élveztem a dolgokat, jöttek hozzám emberek, én mindenkinek igyekeztem mindent elintézni. Nagyon jól éreztem magam benne egy ideig. Aztán egyszer elkezdődtek a kompromisszumok az életembe, és nem voltam én hívő ember, csak olyan buzgó vallásos, mondhatni valláskárosult ember. Vasárnapról vasárnapra eljártam a templomba, és úgy gondoltam, hogy ezzel ki van do... Istennek a dolga pipálva. Sok ilyen vasárnapi keresztényt ismerek. Ki van pipálva, hazamennek, alárudtjantak, tyúkhúslevesnek, le van tudva egy hétre Istennel a dolgom. Csak, hogy az igazi Isten tisztelet tudjátok, mikor kezdődik és meddig tart. Hétfőtől szombatig. Az élő hitünk a cselekedetekbe, hogy nyilvánul meg? A családunkba, a munkahelyünkbe, hogy amikor bennünket lát a világ, kit lát a világ, azt látja, hogy igen, ez hívő, ez vonzó, én is ilyen akarok lenni. Az első könyvembe írok egy statisztikát, Baptista testvéreink készítették. A baptista testvéreink leírták, egy kutatásra hivatkozva, hogy az Istent mindössze három százalékuk ismeri meg a templomba. Templomba járok közül. Az emberek közül Istent három ismeri meg a templomba. Tíze-néhány százalék a különböző evangelizációk során, ökumenikus hetek során, csendes hetek során, lelki napok során, 10 százalék, a 40 százalék, meg a munkahelyen, a kollega. Hát ez nem sodródik velünk, ez nem csinálja azt a mocsokságot, amiket mi csinálunk, a másik 40 százalék meg a családba. Hát megtért a pista, hát ez kicserélődött. És látják azt, hogy ez nem képmutatás, vagy valami máz, maszk, hanem ez úgy belülről jövő. Mert Isten tud embert változtatni. Hiába klófoljuk mi a feleségünket, meg a férjünket, mi nem tudjuk őket megváltoztatni. De tudunk érte imádkozni, és Isten el tudja végezni bennük a jó munkát. Amikor én megtértem, apósom azt mondta, ez színészkedés, ilyen nincs. Ilyen nincs. Aztán rábíztuk, uram, te bizonyságot a magadról általunk. Nem tudjuk szavakkal őket meggyőzni, de győzze meg az életünk. Hogy amikor üvöltünk, nem üvölthetnénk, nem üvöltünk. Amikor káromkodunk, nem, káromkodhatnánk, nem káromkodunk. Minden dolgunk szeretetbe és tisztességbe megy végbe. Add uram, hogy ilyen legyen a mi bizonyságunk. És elkezdett formálódni a család. Nem evangelizáltuk tele a fejüket, mert amikor én megtértem anyósomat a klopfolóval szerettem volna megtéríteni, ott a lodzsán, mondtam neki, ütöttem a fejébe a Bibliát, hogy keresd most az Isten országát, mert nem biztos, hogy lesz holnap. El fogsz kárhozni, és hova jutsz? Mi lesz a te életed? De is egy ajtó bezárult. Nem lehet. Erőszakon nem lehet, de szeretettel igen. Uram, te adj bölcsességet az én életemhez, hogy amikor engem látnak, lássanak meg téged. Az én számáltal te szólj az én kezem által te végezd a munkádat. És amikor én eljárogattam a templomba, buzgó vallásos emberként, se kép, se hang emberként, le volt tudva az én konzervatív, politikus ideámhoz szükséges templom, és mentem, és ment, csináltam a hülyeséget a hét-hat napján tovább. És Isten egyszer megállított. Bekerültem egy nagy mélységbe, olyan kompromisszumot akart a politika rám kényszeríteni, ami már nekem se vett be, hogy bögyöm, és elkezdtem menni a templomba már valahogy egy kicsit úgy, hogy a kérdéseimre kapjak választ. És tudjátok, mi történt? Katolikusnak keresztelt emberként jövök ki a templomból, a templom mellett a gyontató fülke Mintha beszippantana. Azt érzem, hogy mint a, egy magas szívó, ipari porszívó be akar szippantani. És én ellenálltam. És utólag megértettem, mert én mindent utólag értek meg, hogy az Isten hívása volt. Hogy Isten hívott engem a nagy nyomorúságba. Kértem, kerestem a választ a kérdéseimre, és a válasz Istennél van. Ellenálltam. És tudjuk nagyon jó, kedves barátaim, a tékozó fiú példázatában, hogy ha Isten hív, ha Isten zörget a szíved ajtaján, és nem mész oda, hanem elmész, akkor törvényszerű a moslékos vájú. És az én moslékos vájúm az volt, amikor kikerültem a parlamentből. Már öt éves, meg hat éves koromban én már politikus akartam lenni. Hét éves koromban megkérdezte a tanítónéni, hogy ki mi szeretne lenni az osztályban. És akkor elmondták az osztálytársai, ami rendőr, pilóta, mit tudom én, földműves, traktoros, nem tudom mi. Mikor Molnár Robikát megkérdezték, Molnár Robika azt mondta, hogy az elnöki tanács elnöke. Hát a tanító néni erre elnézést, hogy azt mondta, de dobott egy hátast, és elment anyukámékhoz, hogy hát nem normális a gyerek. És anyámék mondták, hogy tudják, de a nagyapjával, E, nagyapjával az esti híradó után, az esti mes után a híradót mindig meg kell, hogy nézzék. És utána megy csak aludni. Valahogy így szocializálódott. belémivódott aztán elkezdtem már, amikor nagyobb voltam, emlékszem rá, hogy az Amerika hangját, meg a Szabad Európát kerestük a rádion, és nagyon serceget, ropogott, recseget, és én voltam a magyar hangja, mert a nagyapám nem hallotta, és én odaduktam a fülemet, és amit mondott, azt mondtam tovább, és valahogy így ez így bennem is ragadt meg valami. És aztán úgy alakult az életem, hogy tényleg kikötöttem a nagy politikába. Már 20 éves koromban, sőt, már 10 éves koromban lebontottuk a vörös csillagot, letéptük éjszaka barátaimmal a főtéren az emlékműre, becsomagoltuk a Lenin szobrot, meg is ismét csináltunk. Elindult a rendszerváltás, elindultak a pártok, és egyszer csak országgyűlési képviselői székbe potyantam bele. Milyen nagy karrier! Milyen nagy karrier! 27 évesen a parlament jegyző lenne, milyen nagy karrier. És látom a mai celebeket, ott villognak a kékfény, a mindennapi esti kékfény után a kereskedelmi csatornák hírműsorát nevezem kékfénynek, utána ott vannak ezek a kis könnyed esztrád műsorok, és látom őket. Mutatják az új autójukat, mutatják az új barátjukat, mutatják az új meltömésüket, mutatják, hogy hol jártak nyaralni, és a fiatalok meg rá vannak kattamba a tévére, és azt mondják, hát igen, ez az élet. Ez az élet. Aradon tartottam lelkész konferencián előadást, és mondja az egyik presbiter, megdöbbentő volt a számomra, hogy most olvasta valamelyik újság hogy a mai fiatalok 70%-ának elfogadható életvitel az, amit a való világban lát. Hát ez szörnyű, Hát ez szörnyű, hogy itt mindenki mindenkivel, hogy a a tudjuk, hogy mi, és ez az elfogadható, trendi. Csak én elgondolkodtam azon is, ha a világ számára ez a trendi, akkor a hív emberek számára miért nem trendi az, hogy tanítványok legyenek? Hogy a hitüket nem csak a templom falai között, a közösségükbe, ahol vannak megélni, mert nagyon jó dolog a testvérek hitáltal épülni, meg a testvérek nyomorúságából tanulni. De Isten azt mondja, hogy menjetek el és tegyetek tanítványán minden népeket. Az pedig nem lehet a templom falai között. Hát ne azt várjuk, hogy majd a világ bemegy a templomainkba, nekünk kell kimenni a világ. 1996-ban az Egyesült Államokban voltam kint az amerikai elnökválasztási kampány tanulmányozni. Nagyon sokat tanultam a politikából ott, hogy hogy csinálják, hogy művelik, de egy nagy tanulságot most értettem meg, 16 év után. Az utolsó nap a barátaim egy kerti partit rendeztek, és meghívtak egy New York melletti kisvárosba ilyen kis húsütögetésre. És neki borultam egy kerti flőrszékkel egy bokornak, és hátra nézek, és ezernyi kis parányi bogár ugrott föl belőle, vagy röppent ki belőle. És kérdezem a barátaimat, ezek mik? Azt mondják, te nem tudod, Szent János bogarak. És most értettem meg ennek a képnek az üzenetét. Azok a Szent János bogarak. Isten megváltott gyermekei. Kapják a fényt. Nem a saját fényük, Istentől kapják. De azért kapják Istentől a fényüket, hogy világítsanak. És ha Isten megrázza őket hogy ébresztő gyermekem. Hát nem arra szültelek téged, hogy belragadj a templomba, hanem röppenj ki onnan, és a sötétbe világíts. Hogy mutasd meg azt a fényt, amit tőlem kaptál a világ fiainak. Hogy ragyogd be az ő életüket, mert egyébként elvesznek. És aztán olvasom a Bibliába, hogy őrállónak meg sáfárnak vagyunk teremtve. Az őrálló feladat, hogy megfújja a kürtök, kürtöket, ha jön a veszély. De hát a kürt nem szól magától. A kürt nem szól magától. Isten azt akarja, hogy mi fújjuk meg. Mi kürtöljük bele a világba, hogy elvesztek, ha így értek. Rátok fog dőlni az az álomvilág, amit építetek. Mert rájuk fog dőlni. Látom ezeket a celebeket, és látom őket öt év múlva a pszichiátrián. Bébi Évi csak fél évig volt a big Brotherbe, de már 12 éve depressziós. Hát akkor milyen világot épített? Fél év alatt. És az ördög ilyen. Jön a kampány, neked ez jár, ugorj bele, csináld meg. Aztán sokan nyögik a megemelkedett kamatot, nem azért, mert szükség volt egy nagyobb házra, hát mert úgy gondolták, ócsó a kamatnak, akkor ugorjunk bele, a kényelmünk ennyit megér mert más annak, akinek nem volt hajlék a feje fölött, és megcsinálta. És az ördög mindig ilyen. Ő mindig el fogja a mézes madzagot húzni előttünk. Gyere, ez neked jár. Tavaly építettünk a faluba egy pajta galériát, amolyan falu múzeum. Fölépítettünk úgy, mint a régi pajták úgy néznek ki. Szőrös deszka, fáradt Lekeltük gyönyörű nagy képeket nagyítottunk ki a falu életéből. 30-as meg 20-as évektől kezdődően nagyon-nagyon szép lett egyedi. Egy kicsit meg voltunk csúszva az idővel, és hajnalban az átadás való, átadási napon hajnalban még a kollégáim ott dolgoztunk, rendeztük be. És szóba került az ördög. A fiúkkal beszélgettünk. És kérdezem a fiúkat, hogy szerintetek milyen az ördög? Azt mondja az egyik, hogy az ördögnek piros szarva van. Hát ilyet láttunk a, a mesébe, ugye? A másik azt mondja, hogy ragyás a bőre és ronda. És mondja a harmadik, hogy büdös, mint a görény. Hát mondom, gyerekek, el vagytok tévedve. Az ördög szőke bombázó, ha neked olyan kell. Barna, ha neked olyan kell, és most litéren voltam, és egy fiú el azt mondta, hogy neki fekete volt, a haja. ő neki olyan kell? Az ördög olyan, mint a barba papa meg a barba mama emlékeznek a régi meséből, tud alakulni. Pontosan olyan az ördög, amilyen neked kell, hogy vedd magadhoz. Ha büdös görény lenne, akkor nem kellene. Igen. Ha büdös görény az ördög, akkor nem kéne. De nem büdös görény. Van, akinek pénzformájában jelenik meg. Nem Nemrégiben mesélt az egyik ügyvéd barátom az ő megtérését. Leborult Isten előtt, nagy nyomorúságok során, és utána elkezdett fogadkozni. Uram, én megígérem neked, ez csak az egyik volt, én megígérem neked, hogyha én megyek a pirosba, és valaki oda jön nyomorult koldus, én adni fogok neki a pénzemből. És teljesít az úrnak tett fogadalmadat, mert számon kéri rajtad. Mi történt ez az emberre? Egy nagy üzlet után, egy nagy üzletkötés után tele volt a zsebe meg a táskája húszezresekkel megáll a pirosba, jön a nyomorék, nyomorult, homeless, minek hívják a hajléktalan, és oda megy, ott áll az ajt előtt, és azt mondja, uram, nem gondolt, hogy majd én egy 20 ezres adok, mert nem volt nála 10, meg 20, meg 100 forint. Nem gondolod, hogy majd ennek az embernek, ennek a semmire kellőnek, én majd egy 20 ezres adok. És tudjátok, mi történt? elvette az összeset az úr. Mert nem teljesítette a fogadalmat. És hányszor és hányszor fogadkozunk, hogy uram, ha nekem ezt megadod, akkor én holnaptól máshogy lesz az életem. Az egyik lakótársunk elmondta, le is írtam a második könyvembe az ő életüket. Tele voltak pénze, tömték a kacsát. Jó ment az üzlet, ment a, vagy libát, ment a máj, ment a hús, minden, a gyerekek azt gondolták, majd a gyerekeket majd a pénzükkel, meg a szorgalmukkal meg tudják a jóra tanítani. A gyerekek szétillantak, nem foglalkoztak vele, mert hogy ők se foglalkoztak velük. Mert amit vet az ember, azt fogja aratni. Lehet, hogy nem holnap, holnap után, nem majd azután. De amit vetünk, azt aratunk. Ha űrmöt vetünk, űrmöt fogunk aratni. Ezek tömték a libát, jól ment a dolog, igen ám, csak beteg lett a férj. nagyon nagyobb beteg lett a férj. El kellett adni a házat, ott gyulán, és Szegedre kellett költözniük, mert csak ott tudták ezt a betegséget gyógyítani. De nem tudták. Egyik nap lá bemegy az asszony, és látja, leállt a vese, májfunkció minden, órák vannak hátra. Hazament sírva, egy pénteki nap volt, egész hétvégén várta a gyásztáviratot, hogy mikor jön a férje halálhírével a dolog, és ez a nyomorúság oda kényszerítette ezt az asszonyt, hogy Uram, Uram, aki addig nem is volt, könyörülj meg a férjemen. Az ateista férjét is oda kényszerítette az úr, hogy uram, megígérem, ha meggyógyítasz, minden másként lesz. És az asszony is ugyanezt mondta. Másnap, hételső napján ő félve hívja fel a kórházat, vagy nem jött a távirat, és azt mondja az orvos, hogy asszonyom, kint sétál a férje folyosón. Azt mondja, biztos, hogy az én férjemről van szó? Hát halálám volt. Higgy el, és elmondta a nevét, hogy igen, az az én férjem. És bement, és csodák csodájára a férj meggyógyult. Mert amikor a férj elkezdett imádkozni, rájöttek az orvosok, hogy félre volt kezelve, és teljesen más a baj. És meggyógyult. És megígérték, hogy minden máshogy lesz. Hét évig élt utána a férje. Hét év alatt annyi idejük nem volt, hogy a Bibliájukat leporolják. És utána eljött a kegyelem vége. A kegyelmi időszak véget ért. És most olvastam nemrégiben a Noé történetét, és rájöttem arra, Noé 120 évig építette a bárkát, ugye? Az azt jelenti, hogy 120 év kegyelmi idő, megtérésre való idő kínálkozott az akkoriaknak. És utána véget ért. És ki tudja, a mai itt élők, meg itt ülők közül, hogy mikor ér véget neki a kegyelmi idő. Senki nem tudja. A szendi hurikán áldozatai nem tudták, hogy véget ér aznap az életükbe, a kegyelmi idő. Azok a diszkósok, akik mentek a diszkóba, az a három fiatal, nem tudta, hogy nem fognak aznap már fölébredni. Vagy nem érik meg az estét. Nem tudták. Nemrégiben hároman haltak meg a faluban, mi egy 1700 fős kis falu vagyunk, hároman haltak meg egymás után. Megdöbbentő volt. Az egyik ember bennünket, hívőket ott az orvosi rendelőben, mesélték a kollégáim. Minden baja volt a hívőkkel. Ő, ő magával semmi baja nem volt, a hívőkkel viszont mindig minden baja volt. Este a munkahelyén összeesett és meghalt. A másik emberhez oda megyünk, szegények vagytok, engedjétek el a gyereketeket keresztény táborba, ingyen van, én viszem fő, kocsival, az se kerül pénzbe. Azt mondta, nem megy az én gyerekem oda. Két napra ráütvitték koporsóba ki a házából. Lejárt a kegyelmidő. A harmadik asszony pont tegnap a Biblia körünkbe volt erről szó. Annyiszor és annyian hívtuk, hogy gyere, Isten igéje élő és ható, és ő tud embert változtatni, meg ő tudja a depressziódat gyógyítani akarja. Gyere oda, hald Isten igéjét. Nem jött. Jövök az egyik este, vill, sok rendőrautó meg mentő villog, oda megyek a házhoz, lecsavarom az ablakot, mi történt? Hát meghalt ez az asszony. Összeesett a tűzhely mellett, levesfőzés közben, és meghalt. Lejárt a kegyelmi idő. Hívták emberek, beszéltek, hallhatta az evangéliumot, a hívószót, az örömhírt, és eleresztette a füle mellett. Mint ez a jó asszony a templomba, aki 22 éve ott ül, füldugokkal fülébe. Akkor üdvözít bennünket a templomba járás? Nem. Nemrégiben nagykanizsán voltam, hát már nem most volt tavaly valamikor, nagyon betege mentem oda. Már 38 fokkal indultam lázzal, odaértem, még rosszabbul voltam, de kértem, uram, segíts meg és egy nagyon rendes plébános van ott, és mondta, hogy akkor feküdj le a vendégszobába. Lefeküdtem, lezonyoztam, mert szétfagytam, és amikor elkezdődött volna a szolgálatom, még betegebb lettem. Mondtam, te, uram, te tudsz erőt adni a megfáradtnak, a betegnek, kérlek, hogy adj nekem is. akkor bementem abba a hideg templomba, hát én szétfagytam. Oda mentem a szószékhez, elkezdtem beszélni, és minden elmúlt. Le is írja a Plébános a könyvem előszavába, hogy megdöbbentette őt is, meg engem is. Az Úr erőt ad az ő népének. Az ő szolgálatáról van szó, az megad mindent. A logisztikát megadja, a körülményeket megadja. Megadja az erőt. Csak az ő művéről legyen szó. És olyan csodálatos, kedves barátom, hogy Isten országából, én nem a lelki pásztoraimtól tanultam a legtöbbet, hanem az egyszerű, jóra való hívő néptől. Már három éve voltam hívő ember, amikor a holland reformátusok meghívtak egy erdélyi táborba, hogy beszéljek én keresztény politikusként a politikáról. És oda megyek és beszélek, és olyan döbbenetes dolog történt. Nincs olyan szolgálat, ahol nem mondanám, mert annyira megdöbbentő volt beül a szakás néni az előadásra, oda a legvégére, és hozza a konyha illatát. Még azt is éreztem, hogy valami töltött káposzta szerű csinálnak, ez az a kedvencem. És de megszólalt az én gonosz óemberi lelkületem, ugye, mert van új, van ott van az ó is, ezek hadakoznak, és az a jó, hogyha hadakozik benned, csak kérdés, hogy ki győz. Az új vagy az ó? És ott vagyok, és mondom, látod, uram, Mondom itt az úrnak magával. én még mindig milyen gonosz ember vagyok, hogy ilyen fölmerül, hogy ki fog így főzni. És azt értettem meg ott, kedves barátaim, hogy egyszer nem csak a cselekedeteimmel, nem csak a mulasztásaimmal, hanem még a gondolataimmal is el kell számolnom, és én nekem ezt rendeznem kell Istennel. És függőlegesen ott az előadásom közben, uram, bocsásd meg ezt a nyomorúságot, hogy én még mindig ilyen mocskos vagyok. És megértettem, hogy oké, okay, hogy én függőlegesen rendezem Isten ezt a dolgot, de utána kell vízszintesen is rendeznem. És amikor vége volt az előadásom, és megettük azt a nem töltött káposzta volt, hanem káposzta levest, na nem ilyen norbiféle update volt, amiben se kolbász, se szalonna, se sonka, hanem annak volt sava és borsa, annak íze volt, akkor megértettem, és bementem, és mondtam, hogy a bocsássa -e meg az én mocskosságomat, ezt gondoltam magára, ugyan már polgármester szóra sem érdemes. Föloldozott te felül. Istentől bocsánatot kértem, és ő utána azt mondta, meg van bocsátva. És megköszöntem neki ezt a finom levest. És tudjátok, mit mondott? Megdöbbentő volt, és a szívembe belállt egy egyszerű, jóravaló, de komoly, hitben járó asszony nem volt érettségie. És ezt mondta a jogász doktornak, polgármester úr, művem a királynak szól. Zsoltár 45.2. És azt értette meg, az a leves azért volt olyan finom, mert a mű nem az embereknek szólt, hanem az Istennek, a királynak szólt. A te életed, a te műved kinek szól? Az embereknek akarsz megfelelni, Hogy az Istennek? És mikor ezt mondta, ezt az igét beleállt a szívembe, és tudtam, hogy ez nekem szól, nem a feleségemnek, aki ott sincs, nekem szól. És föltettem magamnak a kérdést. Uram, az én művem szerinted kinek szól? És megkaptam a választ. A választóidnak. A népnek, meg az egódnak szól. Hát én összeroskodtam ott. Hazafele 550 kilométeren át, azon gondolkodám, hogy hogy tudnám ezt én Istennel lerendezni. És akkor hazajöttem, a kertünkbe borultam térde előtt, hogy Uram, bocsásd meg, hogy az én művem az embereknek szólt. Aztán jön az ige, Máté 6.33, keresétek Isten országát, meg az ő igazságát, és minden más ráadásul megadatik néktél. Az ő igazságát, az ő országát keresjük, Őt szolgáljuk, és ha őt fogjuk szolgálni az életünkkel, akkor meg fogja áldani azt, és akinek kell szólni fog az a mű az embereknek is. De az őt kell szolgálni. Mondom ezt politikusként, polgármesterként, hogy Isten megigazított ez az egyszerű hívő asszony által. És utána még mondott valamit, amivel ugyancsak belelitotta a szívembe a nyilat. Azt mondja már kint a kertbe. Ugye tudja a polgármester úr, hogy mi az ötödik evangélium? Hát mondom, én még csak három éves hívő vagyok. Én nem tudom, én csak négyről tudok. És akkor mondja, de magamba persze. Tudja-e, polgármester úr, hogy mi az ötödik evangélium? Julika, nem, ne haragudjon. Az, hogy éljük a másik négyet. Hogy mit üzen a mi életünk hogy csak vasárnapi keresztényként módjára eljárunk a templomba, ki van az életünkbe pipálva Isten, és utána megy a hülyeség tovább a hét-hat napján. Ez nem lesz vonzó. Ennek hullaszaga van. Ez savanyúság. És a világ pedig árgus szemekkel nézi Isten fiait. És megnézik rajtunk, hogy amikor hibázunk, mert persze hibázunk, nem vagyok tökéletes. Nekem az Istenem a tökéletes, nem én vagyok az akkor egyből levonják a konzekvenciát. Na, ezek a hívők. Ha csináljuk a jót, akkor talán észre se veszik, de majd az Isten megfizet, ezért nem kell nekünk embereknek megfelelni. Amikor a te életedet látják, kit látnak? Valáskárosult embert, aki eljár a templomba, aki rezenéstelen arcú, savanyú borka, akire azt mondják az emberek, hogy köszönöm, annyi savanyúság meg keserűség van az életemből, nem tetézem a bajt, ezekből se kérek hogy azt mondják, igen, ez vonzó. Ilyen akarok én is lenni. Amikor 27 évesen a feleség, összeházasodtunk a feleségemmel, akkor én már polgármester, képviselő voltam, és a feleségem egy vidéki kis egyszerű, jóra való kislány volt, ő se járt hídbe még akkor, meg én se. fölkerült Budapestre a nagyvárosba, de az hagyján a nagy politikai életbe is bekerült, és olyan emberekkel találkozott a férje révén, akit korábban csak a tévéből látott a híradókban, meg híradásokból. És látja, hogy a férje ilyen otthonosan mozog itt a nagy politika berkeiben, miniszterelnök, miniszter, stb., és ő pedig hátul egy kis verépként meghúzódik. És én mindig pereltem vele, hogy te miért nem állsz oda mellém? Hát oda kell a feleségnek a férj mellé állni és most adott a Lídia újságnak, nem tudom, ismerik ezt a Lídia nevezetű újságot, egy keresztény női magazin, egy interjút, a mostani számba lesz, és átküldte az újságíró a kéziratot, és én megdöbbentem. Én megdöbbentem a feleségem nyilatkozatán. Hogy mit szenvedett mellettem, és miért lett depressziós, és miért lett öngyilkossági kísérlete. Mert nem voltam társa a papír kötött össze bennünket. Semmi más. És, de hogy milyen csodálatos, Isten állít őrállókat. És ezért fontos, hogy a mi hitünk is olyan hit legyen, hogy amikor emberek látnak bennünket, oda tudjanak hozzánk jönni segítségért, vagy hogyha nem jönnek oda hozzánk, mi menjünk oda hozzájuk. Hogy nyíljon meg a pénztárcánk is, mert nagy áldás van a hívő ember megtért pénztárcáján is, az nem soványodni fog, hanem vastagodni fog. És ez a feleségem találkozott véletlen, ugye én tudom, hogy nincsenek véletlenek, a védőnőjével, aki elfogadta az Úr Jézus Krisztus személyes megváltójának. Nem csak eljár a templomban, hanem él is. Kiüresítette a szívét, és behívta az Urat, hogy Uram, jöjj az én szívembe odadom az én életemet, mocskos bűnömet, múltomat neked, gyere, jöjj az én életem, királya te legyél. És találkozott vele az utcán. És őrálló, az őrállónak az a feladata, hogy mindenkor legyen készen a benne lévő élő reménységről bizonyságot tenni. És ő megtette. És a feleségem megnyílt és elmondta, hogy milyen nyomorúságos a házassága. És azt mondta ez az őrálló, ez a volt védőnő, a gyerekkori védőnő, Ágika. Menj el ebbe a városba, egy vidéki város, és ott van egy hívő pszichiáter. És a feleségem megfogadta a tanácsot, fölült a vonatra, és elment. És tudjátok, mi történt? Elmondta az interjúba, hogy semmire nem emlékszik, hogy mit mondott neki a pszichiáter, csak meglátta a szemét. És azt kérdezte a doktortól, hogy doktor úr, hogy lehetne nekem is olyan szemem, mint a magáé? És azt mondta ez a doktor, ez a hívő ember, Ágika, keresse Isten országát, az ő igazságát, és meg fog magának is adatni. Keressen egy olyan gyülekezetet, ahol Isten él, élő igéje hallatszik. Fogadja be Istent a szívébe, kérje a megbocsátást, és megbocsát magának, és onnantól új teremtés lesz. A földi testünk elmúlik, de lesz egy romolhatatlan testünk és a feleségem megfogadta, és kikötött a fasori református lelkészné, Vég Tamás ige hallotta, és a szívé átjárta a szeretet, a krisztusi szeretet, és egyik nap az életét neki. Igen, így működik. Most a felesége meg a gyerekek nyíregyházán vannak, mert ott vannak a szülei, téli, vagy őszi szünetbe, és na, akkor kifestetjük a lakást. És ma, ma is ott van a festő, és festett, reméljük most már be is fejezi, és délbe csináltam a spenótot, meg töltött fasírtot, és azt tettük, és valahogy szóba került az örök élet. És azt mondja, hogy hát nincs örök, nincs örök élet. És mondom, Sumák, miből gondolt, hogy nincs örök élet? Azt mondja, hogy nemrégiben meghalt az ő öccse, és az öccsét az anyjára temették, és a sírásás közben a sírásó bele csapott az anya koporsójába, és fölszakította a fedelét és meglátta, hogy az anyja ott fekszik benne. És mondom, miből gondolt, hogy nincs örök élet? Hát mert, hogy ott van az anyja. Hát mondom, ne azt gondolt, hogy majd Isten, hogy kiszippantja ugye a halottat, amikor elföldelik onnan a koporsóból, mert ez a bűnös testünk, ami romlandóságra van ítélve, de van egy lelkünk is, ami elhagyja a testünket, és vagy ide, vagy oda kerül. És most dől el itt a Földön, hogy hova. Ha kell az Isten, akkor kerül a mennyországba. Ha nem kell, akkor kerül a pokolba. És nem tudjuk, hogy kinek, kinek mennyi idő adatik. Megyek biciklivel a polgármesteri hivatalba, amikor így nem megyek Szegedre, akkor eljárogatok biciklivel, és akkor nézem, hogy mi, rendben van-e az utcák, meg minden. És azt éreztem, hogy be kell menni a központi főzőkonyhánkra. És bemegyek a központi főzőkonyhánkra, és Tamás bácsi sév, ott főzőcskézik. Leülök, beszélgetünk egy szakmai dolgokat, és hát gyorsan Istenre terülődik a szó. És akkor elmondja, Robi, én nem tudok megtérni. És mondom, Tamás, miért nem, miért nem tudsz nem megtérni? Azt mondja, hát azért nem tudok megtérni, mert nem tudok lemondani valamiről. És mondom, Tamás, miről nem tudsz lemondani? Azt mondja, hát a pénzről. Mondom, Tamás, neked van pénzed? Azt mondja, hát az nincs. Hát akkor mondom, tényleg nehéz lemondani arról, ami nincs. De sokan így vagyunk, ha Istent választjuk, akkor nekünk valamiről le kéne mondani. Hát ez nem igaz. A bűnt elhagyjuk. Mert a szeretet vonzani fog bennünket, és nem saját erőlködés lesz az, hogy mi a bűnt leválaszok magunkról. Persze kellünk hozzá mi is. De Isten végzi bennünket a munkát. És mondom, Tamás, Válaszd Isten országát. Válaszd, mert akinek jelenbe Isten az Istene, annak ő gondoskodik a jövőjéről is. Már itt a Földön is. Mert sokan azt gondolják, hogy Isten azért küldte le az ő egyszülött fiát Jézust, hogy megtérjenek az emberek, és utána mennyországba kerüljenek. Hát ha ilyen, ha csak ennyi lenne, akkor úgy zajlana egy megtérés, hogy mondjuk megtérek, odadom az életem őszintén szívből, és a következő pillanatban már meghaltam a földi életemnek, és fölkerülök a mennyországba. De hát nem így működik, mert megtérünk, odaadjuk az életünket Istennek, és utána még tart valameddig a földi életünk. Ha fiatalon megtérünk, és minden rendben van, akkor még sokáig élhetünk itt a földön, azért, hogy másokat is oda vezessünk. Hogy tanítványok legyünk. Mert Isten azt akarja, hogy tanítvány legyél. Olyan tanítvány, aki másokat is tud tanítani, aki nem elégszik meg az örök élettel, és nem huppam bele a kényelmes foteljébe, hanem azt mondja, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Ava küldesz, én oda megyek. És ez a tamás, amikor elmentem, mert láttam azt, hogy én most már egy trojtósra beszéltem a számot, és mondtam, Uram, most már te jössz. Én amit lehetett elmondtam, most már te jössz. Átadtam Istennek. És utána, mert hogy Istenország a csapatmunka, Istenországának építése csapatmunka, minden hívőre szükség van. Azt szoktam mondani, az ébredéshez te is kell lesz. Igen. Mindenkire szükség van. És utána jött a baptista, hívő, élelmezés vezető kolléganőm, és azt mondja, ez a Tamás neki utólag kiderült, hogy a Robi már-már majdnem meggyőzött arról, hogy mégiscsak jó, hogyha én megtérek, de aztán rájövök én arra, hogy ráérek én majd 70 éves koromba. Addig élvezem az életet, meg habzsolom meg minden, a világ ideig óráig való szépségét, és majd 70 éves koromba halálom előtt, amikor már semmit nem tudok csinálni, majd akkor odadom az életemet. És mit mondott ez a hívő kolléganőnk? Azt mondta, így mondta szó szerint, így fogom most is mondani, Tamás, te hülye vagy, mi lesz, ha holnap meghalsz? És ezen nagyot nevettek. Igen ám, csak a forgatókönyvet egy emelette fője bírják. És eljött a holnap. És ez a Tamás kavargatta a levest, minden úgy kezdődött, megitta a kávéját, rágyújtott a cigire, csak nem úgy folytatódott. A te életedben is lehet, hogy lesz egy olyan nap, ami nem úgy fog bezáródni, meg úgy fog folytatódni, ahogy te elgondolod. És Tamás életében is úgy folytatódott, hogy kiesett a kanál a kezéből, összeesett, mentőt hívtak hozzá, de a felesége jobbnak látta, hogyha ő viszi be az ambulanciára, bedugta a kocsiba, erre a Tamásra rákapcsoltak ilyen 24 órás félnyomás infúzió, nyugtató, és azt mondta, amikor hazaengedték, nem akarok 70 évig várni. Most akarom odaadni az életemet az Istennek. És két hét múlva ott borult Isten elé. Ne várt. Nem biztos, hogy lesz holnap. Amit lehet, azt ma rendezt. Amit lehet, azt ma rendezt. Nem tudjuk, hogy lesz-e holnap. De nagyon-nagyon fontos dolog, hogy megértsük. Nagyon jó dolog templomba eljárni, nagyon jó dolog ott lenne a misén, meg az Isten tiszteleten, de nem ez üdvözít. Nem a templomba járás üdvözít. Hanem az, hogyha személyes megváltódnak, tudod Jézus Krisztust. Múlt héten zírcem voltam, odajön egy karikás szemű fiatal fiú, meg sem mer mukkani áll, mint egy, bá egy sóbálvány, és tudtam, hogy nekem ezt a fiút bátorítanom kell. És a kezére, a vállára tettem a kezemet, és megkérdeztem, van-e neked örök életed? És azt mondta ez a fiú, így megdöbbenve, eddig azt hittem, hogy van mert a gyülekezet zenekarába gitározott. Azt hitte, hogy az, hogy ő gitározik a gyülekezetbe, az már örök élet. Azt hitte, hogy a templomba járás örök élet. Nem. Az, amikor kimondjuk Istennek az, hogy Uram, most már te jössz. Amikor az első könyvemet írtam, a kisfiam jön haza az óvodába, és mondja, hogy apuci, szeretnék egy pattogós labdát venni, vagy kapni. És kérdeztem tőle, hát te már nagyfiú vagy Marcelka, hat éves vagy, van-e pénzed? Azt mondja, hát persze. És főmegy a kis szobájába, ott van egy ilyen kis porcelán malac, most már nem úgy csinálják, mint a mi időnkbe, hogy agyon kell ütni, hogy a pénzt ki tudjuk venni, most már van vészkiárat itt a gazdasági válság miatt rajta, hogy ki lehet csavarni, és látom, hogy szorongat a gyerek, a végéről egy ezer forintos. Na, akkor mondom, gyerünk. Fővettük a kabátot, átbattyúgtunk Marika néni ez. Mondtam, nagyfiú vagy tessék. És mondja, Marika néni, szeretnék egy pattogós labdát. És azt mondja, azt mondja Marika néni, hogy ott van, ez pattogós edény volt, azt mondja Marika néni, hogy ott van Marcelkám, rakjál bele 100 forintot, ott van az ajtó mellett, fordítsd el a kalantyot, és kipattan a labda. Hát, de neki papírpénze volt, nagy Nagyfiú vagy vásfő nézelődök ott a polcon, egyszer csak megszólal Marika. A Robival baj van. Oda megyek, és fogja a Marika egy félbe vágott ezer forintost. Mondom, hát ez meg mi? Hát ő is ezt kérdezte, és megkérdezem a kisfiamat, ez mi? Lehorgasztotta a fejét, elszontyolodott, mondtam, nem szégyenítem, meg otthon tisztázzuk. Hát otthon elmondta, hogy apuci, hát ti mondtátok azt, hogy zsomborkával mindent meg kell feleznem. Úgyhogy nyesz, elvágta félbe az ezer forintos, de tudjátok, mit értettem meg belőle? A félbevágott ezer forintos száz forintot se ért. A vallásoskodó szív nem ér semmit. Hogy egy kicsit Istennek is vasárnap ott vagyok a templomba, vagy a gyülekezetbe, hétköznapokban megélem a világ életemet. Nem ér semmit. Vége a kárhozat. Jézus azt mondja a jelenések könyvébe, legyél forró vagy hideg, de a langyos vagy kiköplek a számból. Mert a langyos emberekkel van egyébként a legtöbb baj. Elnézést. Én nagyon sok embert lelki gondozok. Nagyon sok vallásos embert lelki gondozok, akik úgy gondolják, hogy a templomba járás őket üdvözítje, és ők jók, mert már az öreg apja is, meg az anyja is a templomba járt. És ő már beleszületett ebbe. És a jó emberi mi voltából nem látja a Krisztust mi látja a saját jó emberségét. De hát a mennyországban jó emberek nem mehetnek be. Csak a kegyelmet elfogadó bűnös. Mert senki nem jó. Hát már úgy születünk, ugye Dávid mondja talán úgy emlékszem, hogy bűnben melengetett engem az anyám. Már úgy jövünk a világra, és nincs az a keresztvíz, ami lemossa a bűnünket. A mi bűnünket csak a vér mossa le. A de bűnödet lemosta már a vér. Lemosta -e már a vér a félszív helyett egész szíveden be lakozást vette már a Krisztus? Ott van-e már a szíved nála? Hallod-e már a pásztor hangját? Svájcba hívtak meg, és nem sokára befejezem, Svájcba meghívtak tavasszal egy konferenciára keresztények, hogy Magyarországról, mint politikus, beszéljek Isten országáról. És előttem egy lelki pásztor beszélt, és egy megdöbbentő történetet mondott. Meg is írtam a Ébresztő Magyarország című könyvembe. Azt mondja ez a lelkész, hogy egy német parazgazdának ellopták a nyáját. 280 bárányt loptak el. És a, a paraszgazda annak rendje módja szerint főjelentést tett a rendőrségen, és megindult a nyomozás. És nem sokra rá a rendőrség megtalálja a hangárba a bárányokat. Megszámolják, tehát itt nem 280 van, nem 600, és gondolták, hogy ott van a pásztornak, a, vagy a parasztnak is ott van a birkája, tehát most mit csináljanak? Elmentek a paraszthoz, kinyitották a hangárajtót, odavitték a parasztot, fölállt raklapokra, és elkurjantotta magát. És megindultak a bárányok kifelé. És mit gondoltok, hány bárány jött ki a hangárból? pontosan 280. Mert a bárányok hallják a pásztor hangját. Te hallod-e a mi pásztorunk hangját? Jézus Krisztus hangját hallod-e, hogy gyere ki a világból? Gyere ki a hangárból, mert lehet, hogy a vágó hídra mész. Nagyon-nagyon komoly dologról van szó. Az életünk legfontosabb döntése az, hogy engedelmeskedünk. Ő hív, ő zörget a szívünk ajtaján békeidőbe, ha nem kell jön a moslékos vájú, mert hogy Istennek van egy csodálatos szolgatársa. És tudjátok ki ez? A szenvedés. Én sem adtam át az életemen, amíg jó ment a dolog. Aztán jött a mélység az életembe, kikerültem a parlamentből, öt hónap munkanélküliség, a jó fizető állásból a semmibe, nem kaptam munkanélküli segélyt, mert volt annyira egóm, hogy nem mentem be a munkahelyi központba, hogy jó napot Molnár Robert volt parlamenti képviselő vagyok, és munkanélkül segélyt kérek, inkább szenvedtünk. 21 néhány ezer forintból éltünk, öt hónapon keresztül. Nagy nyomorúság, de még nem volt elég. És mivel nem volt elég, jött a még nagyobb nyomorúság. Mert amikor a parlamentből kikerültem, és itt van a tékozó fiú példázatában is, akkor elhagytak a barátok, a cimborák. Mert a bajban nincs barátság, a borban van. Amíg volt bor, meg volt egzisztencia, meg kapcsolat, meg bársony szék, meg mind a rengeteg barátom volt. Éppen most mondtam valakinek, hogy mikor megválasztottak parlamenti képviselőnek, nekem hirtelen olyan sok rokonom lett. De tényleg? Hát emlékszel, unokatestvére, találkoztunk 30 éve? Hát tényleg, de jó. Na, akkor, amikor megy a szekér, akkor, akkor van barátság amikor baj van, akkor nincs. És én hívtam ezeket a régi cimborákat, az elvbarátaimat, hogy segítsetek, hát munkanélküli vagyok. Megváltoztatták a telefonszámokat, kinyomták, majd visszahívunk, de hogy hívtak vissza. És azt értettem meg ebből, hogy a világnak nem én, meg nem te kell lesz, hanem az, amit van. Az, amit van. És amikor neked kellene valaki, hogy segítsen, nem lesz ott de ebben a mélységben, amiben én kerültem, hogy ott hagytak a cimborák, nem volt még elég. Utána megválasztottak polgármester, és azt gondolnák, hogy hely, de jó, szuper polgármesternek lenni, milyen nagy egzisztencia. A nagy mélység akkor jött, mert úgy gondoltam, hogy majd kübekházát én megváltom, nem tudtam, hogy megvan váltva, csak el kéne neki fogadni, és elkezdtem dolgozni. Munkamániás lettem. Este reggel bementem már 7 órára, hajnal kettőkú hazamentem, és gajra vágtam a házasságunkat is. És nagyon sok fiatalnál látom ugyanezt. Az egzisztenciáért, a karrierért, az előmenetért gajra vágja a házasságát. És az, aki a legfontosabb kéne, hogy legyen Isten után az életébe, az lesz a legkevésbé fontos. És amikor már a feleségem is elhagyott, amikor jött a nagyobb nyomor, akkor leborultam Isten elé, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem. Addig jó vallásos emberként, mert így imádkozik a vallásos ember, add meg ezt, Istenem, add meg azt, Istenem, intézd el ezt, Istenem, intézd el azt, Istenem, milyen kívánság teljesítő automata az Isten neki. De Isten meg azt akarja, hogy ezt tedd föl, ezt a kérdést. Mit akarsz, hogy cselekedjek? És amikor ezt föltettem, akkor válaszolt és elküldött több őrállót, őrállóhoz vezetett, meg hozzám jött, és elvezetett az őrökké való hazájába. Megértettem azt, hogy ez egy nyomorult élet. Hiába néz ki olyan szépnek ez a parlament, meg ez a képviselőség, de Isten nélkül polyva és pozdorja. Amiben nincs benne Isten a te életedben, amit csinálsz, művelsz, nincs benne Isten polyva és pol pozdorja, meg a kukacok fogják megrágni. Ami érték, az a tűzben próbált arany, az, amit tőle kapsz, az megmarad. A békességet, a szereteted, az örök életed, a bölcsesség, amit tőle kapsz, ez megmarad. És minden, amit itt építettél, összeharácsoltál, lenyúltál, magadévá tettél, pólyva és pozdorja és szemét. És én ezt nem értettem de a nyomorúság közepette megértettem, Mert Isten ezt akarja. A bárányok hallják a pásztor hangját, azt akarja, hogy ne légy langyos, vallásos, hanem forró legyél. Égj az úrét, légy tanítvány. A tanítványság lemondása jár, Jézus követése lemondása jár, de ha te vállalod, akkor ő megállt téged, elkezd vezetni téged, akkor már nem azt mondod, hogy akkor jöjj utánam Jézus, hanem Uram, menj előttem, és én követlek téged. Fölveszem az én keresztemet, vállalom a szenvedést is, akár. Dicsőjtsd meg magad bennem. És nagyon-nagyon fontos, hogy Isten gyermekeinek a kősziklán kell, hogy álljanak. Nem sodródhatnak, mondom én politikusként, se jobbra, se balra. Mert mihelyt lelépnek a kőszikláról, Elnézést, hogy azt mondom, pofára fognak esni. Van egy, akinek van internete, üsse be a Youtube-ra, menjen fel a Youtube-ra, és a jóságmérőt üssék be. A fiatal ember ráállt a gazdaság szőnyegére, na, pofára esett. Ráállt a gazdagság szőnyegére, pofára esett. Az érzékekiség szőnyegére, pofára esett. A munka szőnyegére, pofára esett sorra-sorra kipróbált minden szőnyeget, aztán meglátta, hogy Isten szőnyege ott van, rálépett és azon megállt. Aztán jött a kísértő, mert a kísértő jön, nem a kísértés a bűn, hanem az, hogyha megadjuk magunkat neki, az a bűn. Jött a kísértés, ott a gazdaság, ekonomi. Fél lába lá, ráállt a, a gazdaság szőnyegére, az ekonomira, és akkor is pofára esett. És azt látom, kedves barátom, hogy a hívő nép sodródik. Jönnek bal oldalról a szél, jön jobb oldalról a szél, és arra hajlunk el. Írom a könyvemet, az ébresztő Magyarországot, hívnak a hívő emberek. Polgármester úr, nehogy valami rosszat tessék írni a mai hatalomról, ezek szentek. Ja Istenem. A másik csoportja hívőknek, polgármester úr, nehogy betessék tagozódni a mai politika sodrásába sem, mert akkor Krisztus szolgája nem lehetne. Ez már szimpatikusabbnak. Igen, engem megszabadított Isten a jobboldaliságomtól, és onnantól kezdve látom azt, Jézus Krisztus meghalt a kommunistáért is, meg meghalt a liberálisért is, meg a jobboldaliért is. Ő nála nincs az, hogy kirakjuk a keresztet a kabáthajtónkra, kára, és akkor már mennyország. Nem, ő a szíveket meg a veséket vizsgálja, nem a politikai lózunkra kíváncsi. És annyi helyen járok, és ki van írva a házi áldás? Ismerjük. Hol, is, hol szeretett, ott Hol hit, ott szeretet, hol szeretet, ott béke, hol béke, ott áldás, hol áldás, ott Isten, hol Isten, ott szükség nincsen. Milyen igaz ez, ugye? Mennyire igaz ez, hogy az népies bölcsességben, mennyi, mennyi bölcsesség van a népies gondolkodásban? De hogyha ez igaz, a családok életére, kedves barátaim, akkor igaznak kellene lenni az országunk a nagy családunk életére is, ahol béke van és szeretet van, ott áldás van, és ott nincs szükség. De mégsem ez van. Hát hogy miért? Mert ne gondoljátok azt, hogy a szeretet Isten, a békesség Isten az Összetartozás Isten, az életpárti Isten megállja azt, hogyha mi gyilkoljuk egymást. Ha jobbról balra köpködünk, meg balról jobbra köpködünk. Nem mondja azt Isten, hogy ámen, csináljátok. Én megáldom. Nem fogja azt mondani. Ahogy lehet látni, hát lelki gondozok, házaspárokat is. Lehet látni. Ottól háború van, ott megreked az élet is. Ott háborús viszonyok vannak minden másba is. Ott nem épül a család. Ott polarizálódik minden, és a társadalmunkban is ez van. Tehát beszélhetünk mi hangzatos szavakat, hogy így az Isten, úgy az Isten, de nem éljük, akkor az egész nem ér semmit. Erre mondja Jézus, hogy jajnéktek, képmutatók és farizósok, olyanok vagytok, mint a messzeltsírok. Kívülről fehérek, belülről meg tele rothadással. És nekünk, kedves barátaim, hívőknek, kéne megmutatni ennek a világnak, hogy igen, Isten útja, a jövő útja, és az az Isten, aki engem meg tudott menteni az örök haláltól, az meg tudja menteni az országunkat, és meg tudja menteni a szomszédainkat, a gyerekeinket is. De önző lenne az a keresztény élet, hogyha hátra a fotelba, a kényelmes fotelba, és élveznénk a paradicsomi állapotokat, hogy én már megváltott gyermeke vagyok az úrnak, és nincs mit tenni, mert nem cselekedetek be az üdvösségünk, hanem hitáltal, és én ezt már megtettem. Nem hiszem, hogy elkárhozó, de nem leszel tanítvány. És azt akar Isten, hogy kimenni, világítani a sötétbe. Mert föltételezhetően, hogy nem a templom falai között van a sötétség, bár azt mondják egyesek, hogy még ott is, hanem kimenni, és világítani, és a hitünk által tegyünk bizonyságot arról, hogy rajtunk már megkegyelmezett az Úr, és az Isten, ez az Úr azt akarja, hogy legyen ébredés a társadalomban. Van az az egyszerű jószág a kakas, könyvem borítójára is azt raktam föl, hát rájöttem arra, hát ez a kakas olyan egyszerű jószág, de mégis, mennyire ösztönösen viselkedik, pirkad, és elkezd kukorékolni. És először az övéit ébreszti föl, a tyúkokat. Utána fölébreszte a birkákat, meg a disznókat. És a hívő népnek is ez a feladata. Isten kukorékolást fúj, mi szívünkbe, életünkbe, vagy ébredj föl, ébredj föl, mert lámpását teremtettelek ebbe az országba, hogy kezdj el világítani, ébrezdgetni, mert elvesznek az emberek is, ha az őrálló nem mondja el, akkor rajta kéri számon Isten az elveszett ember vérét. Ha elmondja és nem tér meg a bűnös az ő útjáról, akkor ő az ő saját bűnei által vészel, vagy miatt vészel. Nekünk el kell mondani. Bele kell kukorékolni a társadalomban, hogy ébresztő Magyarország. Vállalod-e azt, hogy Isten engedelmes gyermekeként az, ami rajtad múlik? Nem kell nagy dologra gondolni. Ha hited egy pislákoló kis mécseske, akkor úgy. Ha fákja vagy úgy, ha tűzoszlop vagy, akkor úgy, de világíts bele ebbe a világba. Nagyon-nagyon fontos. Rászorul ez a falu is rászól az országunk is. Elő kell bújnunk a templomainkból. Jézus nem a templomba, a katedrálisba prédikált. Kiment. Kiment a mezőre, kiment a folyóparta, a vízparta, oda lépett a lepráshoz, a cigányhoz, az arabhoz, nem volt személyválogató. És ő példát mutat nekünk. Mi sem lehetünk azok. Mindenkinek szüksége van a kegyelemre. És azt akar Isten, hogy mi mutassuk föl neki, hogy van más út. Mi nyújtsuk a kezünket a másiknak oda. Mi adjuk az életünket oda a másikért. Mert Jézus is odatta az ő életét értünk. Vállalta a kereszthalált. A tanítványság azt jelenti, hogy adom magam a világnak, és nem féltem a szentségemet a világtól. Nem a politika meg a gazdaság fog fölemelni egy társadalmat. Nem. Isten! ha engedjük, ha mi leszünk a keze lába szája, ha megcselekedjük azt, amit kér tőlünk, ha oda szeretjük a másikat, ha gonoszt jóval győzzük meg, ha szeretetlent a szeretetünkkel, ha szegényt azzal, hogy adunk neki, ha beteghez odalépünk, az ellentét párokkal győzzük meg a másikat. Ezt akarja az Isten. Bennünket is már meggyőzött, legyőzött, azt akarja, hogy mi is ugyanezt tegyük a többiekkel. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy elcsendesedhetünk ezen az estén, és kérjük, hogy bontogast ki számunkra, hogy mi a mi feladatunk. Hogyha nem járunk még veled, akkor ezen az estén tudjuk rendezni veled az életünket. Ha meg veled járunk, akkor ébresz rá arra, hogy mi is a feladatunk. Hogy nem kényelmesedhetünk bele a fotelünkbe, meg az egzisztenciánkba, hanem azt akarod urunk, hogy tanítványaid lehessünk, akiket tudsz tanítani, és akik alkalmassá válnak arra, hogy másokat is taníthassanak. És így könyörgünk, nagy dorognak az előjáróiért, Könyörög, könyörgünk, urunk azért, hogy áld meg ezt a települést, ébrezd ezt a települést, őrködj a településnek a lakói fölött urunk is mutasd meg a te világosságodat a testvérek, a gyermekeid által, Urunk. Kérlek, hogy hallgass meg foászunkat az országunk vezetőiért is, népünkért is. Látod, hogy mennyire a saját feje után megy a világi életét éli, és hogy nem kell lesz nekik, Urunk. De hiszük, Urunk, hogy őrállók vagyunk, sáfárok, és mi vagyunk azok a parány Szent János bogarak, akikre számít az, hogy bevilágolják ezt a világot, Urunk, és és ha sokan leszünk, akik világítunk, akkor egyszer csak összeér a fényünk, Urunk, és akkor lesz világosság. Kérlek, Atyám, hogy ehhez adj nekünk erőt és bátorságot. Add Istenem, hogy vegyük fel a keresztet, és kövessünk téged, Urunk. Tudjuk, Urunk, hogy a te követésed áldott követés lesz, Urunk, és hiszük, hogy ebben a munkában, ebben a szolgálatban lesznek mások is követőid. Nagy nevedért áld meg bennünket, és bátoríts bennünket a cselekvésre. Amen.